Köszönöm. És neked is, Alberto. Én is szeretnék gratulálni. Köszönöm. Magának is, Johnny. Köszönöm. Megkérjük Beckyt, hogy vigyen be minket Gangolembe. A fogadóban szállunk meg, holnap majd keresünk egy lakást. Most akartok elmenni? Végleg elköltözöl? Semmi értelme halogatni. Megyek csomagolni. Ciao. Jody! Hagyj csak, majd én beszélek Beckyvel. Mondja csak. Igen, jól vagyok. Menjen csak, én elintézem ezt. Köszönöm. Ami a szombat estét illeti, nagyszerű lenne. Pompás. Na, szóljanak emberek. Nincs itt semmi látnivaló. Kicsim, nem tudnátok itt új életet kezdeni? Ne csináld ezt, anya. De jó lenne. Claire adhatna munkát Albertónak, és spórolhatnátok. Alberto kapott pénzt a seregtől. Na és önállónak kell lennünk. Új életet kezdünk. Szeretném, ha ez klassz, érdekes lenne, tele újdonsággal. És szeretném, ha te is örülnél a boldogságunknak. Minden rendben? Hol vannak a szüleid? Csomagolnak. Vitatkoznak. Ki tudja? Márti azóta szóba sem áll velem. Jobbnak látja tartani a távolságot. Ez igaz. De másnap már amúgy sem akarnak megismerni. Nem könnyű olyat találni, aki ruhában is kíváncsi rád. Nekem nem megy. Amikor 15 éves voltam, a szüleim csak idétlenkedtek. Vártam, hogy felnőjenek, hogy segítsenek nekem felnőni. És sikerült? Nem. Ne várakozz, lépj a tettek mezejére. És ez bevált neked. Igen. Jó volt beszélgetni. Sok szerencsét. Hé, Márti, ami a tegnapiakat illeti... Inkább hagyj. Persze. Nem én voltam a legrosszabb munkásod, ugye? Szó sincs róla. Pár éve egy vén Bruno nevű szivar. Neki csak fél lába volt. Oh. Oh. Viszlát. Szerintem ez fantasztikus. És a srác, isteni fogás. Köszi. Hiányozni fogsz. Viszlát. Nehogy pityeregj, mikor én így tartom magam. Szeretlek. Nagyon szeretlek. De úgy is tudod. Persze. Menjetek. Ciao. 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 Ó, milyen romantikus. A konfettit dobász, megöllek.
próbáltam... Megtaláltam a vendégkönyvedet. A Dróbersztaláni nyaralásunk akár egy másodiknál szut. Köszönjük a sok felejthetetlen, fantasztikus élményt. Jody! Te mindent olyan ügyesen elintézel az én ötleteim miatt, meg ide járhat Frank da Costa. Csak ne akar kioktatni. Nem, hagyjuk. Remek munkát végeztél, nem tehetsz róla, hogy nem jött össze. Kedves, hogy ezt mondod. Na, látod. És most? Szerinted holnap koncentrálhatunk a nyírásra? Igen. Jobb, ha elmondom, hogy ezt még sohasem csináltam, és biztosan nem megy túl jól. Úgy értem, tudom, mi következik, nem vagyok hülye, de... Ssss! A kulcs szavak. Insieme a te. Insieme a te. Mindörökre. Vele. Sempre. Semmi más. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Hollósi Péter, vágó Makai István, gyártásvezető Jávor Barbara, szinkronrendező Faragó József.